Szeptember 11-től életbe léptek a fogyasztóvédelmi törvény módosításai. Lényeges változás, hogy nőtt a vállalkozó tájékoztatási kötelezettsége, ha a fogyasztó panaszát elutasítja. Ilyen esetben köteles írásbeli tájékoztatást adni arról, milyen jogorvoslati lehetőséggel élhet ügyében, mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság illetve a fogyasztó lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A törvénymódosítás erősíti a békéltető testület alternatív jellegét. A testületek több mint 15 éve működnek hazánkban, ingyenesen alternatív vitarendezési fórumként, a fogyasztó és a vállalkozó közötti konfliktusok gyors és hatékony megoldására. Szigorodtak a e, együttműködési kötelezettségei a vállalkozásoknak a békeltető testületi eljárásban. Ez abban nyilvánul meg, hogy egyrészt válaszirattal kell élniük, 8 napon belül a értesítés készhezvételétől számítva, azon kívül pedig a meghallgatásokon. Ha a telephelyük, illetve székhelyük a megyében van, akkor olyan személyekkel kell magukat képviseltetni, aki, ajánl aki az egyeség kötésére alkalmas, tehát erre fel van jogosítva. Ha pedig megyén kívül van a telephely, illetve székhely, abban az esetben pedig a válasziratban kell olyan egyeségi ajánlatot tenniük, ami a fogyasztó igényének megfelel. Abban az esetben, ha az érintett gazdálkodó szervezet nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, az a fogyasztóvédelmi törvény megszegésének minősül, így a testületnek jeleznie kell ennek tényét a helyi fogyasztóvédelmi hatóságnak, amely bírságot szab ki. A bírság mértéke a kis- és középvállalkozások esetében 15-től 500 ezer forintig terjedhet. Az előadáson elhangzott egyre nagyobb az érdeklődés az elektronikus kereskedelem iránt is, hiszen az ilyen vásárlás kényelmes a fogyasztónak. Ugyan nem kell utána járni a termékeknek, de veszélyeket is rejt, mert látatlanban választja ki azokat. A problémás ügyekkel szintén kereshetik a fogyasztóvédelmi hatóságot, valamint a békéltető testületet.